Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A szemfülesebbek ebből a vizuális környezetből észrevehették, hogy ez nem egy hagyományos Szertár videó lesz, nem ezt a kamerát használom, amit általában szoktam. A helyzet ugyanis az, hogy kölcsön kaptam egy Olympus DJI Tracker akciókamerát, és most ezzel fogok nektek kísérletet bemutatni. Olyat, ami illeszkedik mondjuk egy akciókamera profiljához. Nem feledkeztem meg a hideganyagos videók folytatásáról sem, viszont technikai okokból egyelőre nem tudtam mindet megvágni, úgyhogy két adással még lógok, de hogy ne maradjatok kísérlet nélkül, ezért most feltolok egyet ezzel a módszerrel. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki látott már közületek füstkarikát. Ezek nagyon érdekes képződmények, nem tudom, hogy azt észrevettétek-e, hogy ezek a karikák nem csak úgy léteznek a levegőben, hanem folyamatos forgómozgásban vannak. Mi több, ez a forgómozgás az, ami a lényegüket garantálja, enélkül nem létezhetnének. Az történik ugyanis, hogy amikor az ember kifújja a száján ezt a füst egységet, akkor nem ugyanolyan sebességgel halad ennek a pöffenetnek minden egyes pontja. Azok a részek, amelyek a szája környékén vannak, azok lassabban haladnak, mint azok, amelyek a belsejében találhatók. Éppen ezért egy folyamatos forgómozgás fog kialakulni ebben a kis toroi gyűrűben. És minél gyorsabban forog a karika, annál stabilabb lesz a helyzete. Természetesen senkit nem szeretnék arra ösztönözni, hogy most dohányozzon és így reprodukálja ezt a jelenséget, bármennyire is érdekes dologról van szó. Vannak olyan szerkezetek kereskedelmi forgalomban is, vagy akár ti magatok is barkácsolhattok ilyet, amivel füstkarikákat elő lehet állítani, viszont továbbra is szükség van ezeknél füstre. De mi lenne, ha nem a karikát színeznénk a füsttel, hanem a közeget választanánk meg úgy, hogy a karika láthatóvá váljon. Ehhez pedig mindössze egy medencényi vízre van szükség. A buborék gyűrűk persze ugyanúgy viselkednek, mint a füstkarikák a levegőben. Viszont ahogy haladnak a felszín felé, folyamatosan lassul a forgásuk, emiatt pedig egyre szélesebben nyúlik ez a toroid gyűrű. Azt is meg lehet viszont figyelni, hogy ez a toroid gyűrű egyre vékonyabb lesz. És ez látszólag ellentmond annak, amit várnánk, hiszen a felszín felé egyre kisebb a víznek a nyomása, tehát egyre nagyobbnak kéne lenni a buborék térfogatának. De hát valójában nagyobb is lesz, csak egyre szélesebben nyúlik, egyre inkább széthúzódik ez az egész, nem tudom, fánk vagy gyűrű, vagy amihez éppen hasonlítjátok. Valljuk be, hogy a delfinek sokkal jobban kimaxolták ezt a játékot, mint én, de hát ők vannak otthon a vízben, nem igaz? Ha egy úszoda vagy medence környékén jártok, akkor mindenképpen próbáljátok ki ezt a kísérletet. Viszonylag egyszerű, némi gyakorlást igényel csak, és sokkal, de sokkal egészségesebb, mint ha dohányfüsttel próbálnátok meg karikákat fújni. Ez volt a Szertár, legközelebb most már tényleg a hideganyagokkal fogom folytatni. Ja, és köszönet az Olympusnak a DJI Trackerért, hogy kölcsön adták nekem, a Paskár fürdőnek pedig a helyszínért. Sziasztok!